Halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Világgazdasági és kriptohírek minden nap, magyarul ingyen és konyha nyelven hozom a töménytényeket, hogy ti is alkotassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek a lényeget, jót kell venni pirosba, nem rossz zöldet, magasba. Aki meg akarja köszönni, az dobjon egy lájkot a videóra, illetve iratkozzon fel a csatornára, aki pedig újjannak ajánlom, hogy olvassa a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. Hú, kettő dolog, egyszer piros póló, mert hát lejöttünk 3%-ot, de hát ugye most fog eldőlni majd, milyen nap a hétfő van, szerdán, ilyen szerda csütörtök, akkor lesznek majd a nagy napok a héten, de rengeteg nyereség lejelentés lesz most itt a héten, úgyhogy nagyon komoly hét lesz, sokan várják az egész világpiacnak a fordulását ettől a héttől. Illetve fejem fölött a Freeland Greed Index, a félelem, meg ez egy kapcsiság index, az valamiért most megint szivat itt, mindenki megpróbálok holnapra kezdeni valamit. Most mindenki, de mindenki hagyjuk is, szemettem vele egy kört, újra kellett minden nyitni, annyira lelőtt, úgyhogy majd azt megpróbálom, megnézzük holnapra, ki tudom javítani. Na kezdjük is, bevezető! Egy pár dolog a nyugdíjról. Mi a nyugdíjszámítás alapja? A nyugdíjszámítás alapja egyrészt a szolgálati idő, a minimum idő, amennyit el kell tölteni nyugdíjba. Ugye a szolgálati idő, tehát szolgálni kell az államot, akkor kap az ember csak nyugdíjt. Itt van, hogy mindenki meg tudja nézni jobb oldalt, hogy hány százalékát. A fizetésének majd mindjárt nézzük, hogy mi a fizetés havi átlagkeresetet, hogy számolják, de hogy annak hány százalékát. Ugye aki csak 15 évet dolgozik az államnak, annak a felét se adják oda a keresetének. Csak annak adják oda a 100%-ot, aki legalább 50 évet dolgozik a kormánynak. Úgyhogy itt vannak a számok, meg lehet nézegetni őket. Jó, és akkor tovább ez az egyik, hogy kötelező minimumidőt szolgálni kell az államot, illetve a havi nettó életpálya átlagkereset, ez még igen, még én is úgy emlékeztem, nemrég pár éve még úgy mondogatták, hogy az utolsó 10 év átlagkeresetünk alapján kerül kiszámításra. De most 2021-ben megváltoztatták úgy, hogy már 33 év a rendszerváltás óta minden évnek az átlag keresetét, amikor 10.000 forint volt a fizetése az embernek, azt is beleveszik. Ugyebár ez fantasztikus, mert hát ezt talán itt lesz a legegyszerűbb gyorsan itt megmutogatni. Itt van mondjuk a 100%, jó, de szar egy kör lett. Oké, és akkor itt van mondjuk három rész, ugye már 33%. És akkor eddig, vagy 10 év, 30 év, most 30 évet vesznek figyelembe, eddig 10 évet vettek figyelembe, ez 10 év mind. És akkor itt van, hogy eddig ez volt, hogy utolsó 10 év, amikor magas a fizetése az embernek, mondjuk vegyük úgy, hogy 100.000 forint átlagban az utóbbi 10 évben annyi volt az átlagkereset. De most meg hozzádobta a kormány azt is, hogy na akkor tegyük hozzá ezt is, hogy még 20 évvel, amikor mondjuk, tegyük fel, mondjuk 50.000 forint volt az átlagkereset itt 90-től 2010-ig, csak úgy nagyságrendileg. És akkor ugyebár, hogyha ez 10 év, akkor az 10-szer 100.000 forint, az akkor 1 millió forint, 1 millió. És ez meg 20 év, na de hülyén rajzolja, nem lehet úgy embetűt csinálni vele. Ez meg 20 év szer 50.000 forint, akkor ugyanúgy 1 millió forint. És az a fantasztikus, hogy már akkor ez 2 millió forint összességében, és hogyha ezt a 2 milliót leosztjuk 30 évvel, akkor kijön az, osztva 30-al, hogy 66.000 forint lesz. 66. Annyi az átlag fizetése az embernek, ugyebár teljesen lentebb, még ha csak az utóbbi 10 évet számolnák, akkor 100.000-et adnának, amúgy csak a 66-ot, hogy így lentebb tolják az árat. Na de, mert ezt ők is tudják, akkor így korrigálgatják meg ilyesmi, vannak mindenféle manipulációk jobbra-balra benne, úgyhogy nézzük is tovább, azt mondja, hogy igen, 30 évet hozzádobnak még 20-at, sokkal kevesebb fizetéssel, de tudják, hogy néhány évtizeddel ezelőtt a magyar család, magyar átlagkereset csak 4-5 számjegyű összeg volt. Hát igen, rendszerváltás után 10.000 forint volt az átlagkereset, meg 10 forint volt egy kiló kenyér. És akkor figyelembe veszik az inflációt, hát a KSH által kimutattatott felét lehozódott inflációt, azt figyelembe veszik. Meg ilyen valorizációs szorzókat, mindenféle számokat még bónuszba kitalálnak maguknak, de írják is a végén, hogy félreértés ne essék, a nyugdíjszámítás képletennél jóval bonyolultabb, a laikusok számára szinte átláthatatlan szabályok alapján történik, a legvégső összeget pedig a nyugdíjfajosító adja meg. Tehát ezt vissza manipulálgatják, lényeg, hogy azért ne kapjon annyi pénzt az ember, minél tovább dolgozzon. Jó, és akkor a végére még ennyi, hogy bár ők azért próbálják, nagyon hagyjuk is, hogy mit csinálnak vele. És itt a csoda még a végén, abban az esetben, ha a népességnövekedés ilyen ütemben lassul tovább, akkor 20 év múlva várhatóan már csak az átlagjövedelmünk 30-40%-át fogjuk készhez kapni. Hopp, az előbb zárta be, hogy már még aki 15 évet szolgál az államnak, addig a szolgálja,
a kormánynak, akkor is legalább 43%-ot kaphatna. 20 év múlva lehet, hogy már még annyit se fog kapni. Még aki 50 évet dolgozik, szolgálja az államnak, az se. Na, nézzük tovább, világgazdaság és kriptohírek azt mondja, hogy Euronews-on mi minden volt, egyszer szükségállapotot hirdettek Kaliforniában is már az erdőtüzek miatt, kitört egy vulkán Japánban, onnan is menekítik ki az embereket. Akkor, jaj, ez a hírekben, a kripto hírek közt volt, de ez annyira lejárt, hát ez már egy hónapos hír, ez eszméletlen régi hír, úgyhogy végigolvastam, meg átnéztem, meg minden, meg kijegyzeteltem, erre fel kiderült a vége, hogy elavult szar az egész, már megint ez az piros sokkal söbbörköt csináltam, amit a gyerednek kit. Úgyhogy jó, nem is ez a lényeg. Ami ebben van, mert azt hittem, hogy ez lesz a főhír, hogy Oroszország, Kína, meg az USA dollárnak a hegemóniáját megtörik, hogy saját vagy új nemzetközi pénzt akarnak létrehozni, de hát ez egy hónapos hír, és azóta semmit nem mondtak az egészről, meg akkor se nagyon. Úgyhogy ez egy marhaság, vagy nem marhaság, hanem elavult sztori, majd lehet, lesz belőle valami. Itt vannak a BRICS-ek, ugyebár egyszer, hát hagyjuk is itt a sok hülyeséget benne. A BRICS az azt jelenti, hogy Brazília, Oroszország, India, Kína, meg Dél-Afrika. Ez a BRICS országok. Ugye már kettő már rögtön Kína, meg Oroszország azok a börtönkapitalisták, akik börtönbe zárják az embert, hogyha nem engedelmeskedik, nem szó nélkül a szolgáljuk. Nyugaton legalább lehet szidni a kormányt, ott még nem zárnak minket börtönbe, vagy azért már másik hagyományos kapitalizmusba. Ugye már ez csak hazudott, ez a kommunizmus, meg közük nincs a kommunizmushoz. És akkor itt vannak a BRICS-esek, jó, és akkor itt ugye már itt nyíltak még csak hozzá az ember, csak ennyit mondok el az egészből, mert utána lesz egy jó pár hír ilyen BRICS-es országokról, meg mindenkiről. Hogy ők most harcolni akarnak, gyilkolni akarnak, meg akarják ölni a nyugatot, mert hogy a nyugat kifossza őket. Hát ők meg ugyanúgy kifosszák a saját népüket, csak ugye már van kire mutogatni, hogy a rablógyilkos jobb, az egyik rablógyilkos a kevésbé rossz, vagy a másik rablógyilkos a kevésbé rossz. Ők azt mondják, hogy mivel ők börtönbe zárják az embereket, azért ők sokkal jobbak, mint a másik rablógyilkos, aki nem zárja börtönbe az embereket szólásszabadságból adódóan. Úgyhogy fú, ennyi, és akkor ezek okoskodnak itt. Az egyértelmű, teljesen egyértelmű, azt én is aláírom, hogy az USA kifoszta az egész világot. Az egész erre épül az egész, ugyebár bankárok, világ lenni, a bankárai kifosztanak minket, a szolgájuknak tartanak az összes kormány, a bankárok szolgájai vagyunk. Hát a kormányok azok meg a bankároknak az a pincsi kutyái, azt jó, őket szolgáljuk, mi azért vagyunk, hogy dolgozzunk nekik, hogy nekik a semmiből több pénzük legyen. Na haladva tovább, akkor a hírek, ez tényleg csak ilyen előzetes bevezetőnek. Mi a BRICS? Ja, tök mindegy, ez bejön, vagy nem. Itt van, június 23-án volt ez a 14. BRICS-es találkozó. Hát az bő egy hónapja, ezer éves hír, hát ilyeneket egy kriptotérbe felemlegetni, ilyen ezer éveseket. Tiszta vicc. Na jó. És akkor ugyebár itt csak gyorsan végig szaladva, hogy ki mennyire rontotta el a pénzt. Ugyebár az Unió még az a legkevésbé, hogyha 2017-től veszük, mondjuk elmúlt 5 évre vetítve, 5 év alatt az eurót 30%-kal rontották el az értékét. Az USA-ban 40%-kal rontották el az értékét a pénznek, Magyarországon 50%-kal rontották el a pénznek az értékét, Oroszországban is 50%-kal rontották el. Kínában, ott, ja, ezt nem húztam be a helyére, hát ott 15, meg 25, hát ott is 40%-kal, vagy valahogy így rontották el a pénznek az értékét 40-50%-a, ilyesmi, és akkor ők pofáznak, hogy ők a jó rendszer, mikor ők ugyanúgy fosszák le az embereket, ugyanúgy rabló gyilkosok, mint az USA. Összes kapitalista, ők is kapitalisták, csak kommunistának hazudják magukat. Na és akkor ezek az országok jönnek itt, most, na most Lavrov okoskodik, hogy jaj, mert hát már akkor sem volt tökéletes az élelmezési ellátás, mielőtt ők még elkezdtek gyilkolni, úgyhogy nem ők a felelősek, mert már azelőtt is volt egy kis gond az élelmezésbe, most egy irgalmatlan nagy gondot csináltak a gyilkolással, ezért ez semmi köze ehhez az egészhez, ők azt adják. A péntek esti. Joppá, a péntek esti. Kérde rá a hang. Ez érintette az egyiptomi gazdaságot. Pillanat. Jó. A pénteken Isztambulban aláírt megállapodás értelmében Moszkva és Kijev ENSZ felügyelet alatt biztonságos folyosókat hoz létre a Fekete-tengeren, így 25 millió tonna Ukrajnában rekedt gabona indulhat útnak a világpiacra. Eközben vasárnap orosz robotrepülőgépek lebombáztak egy dokban álló ukrán hadihajót és egy amerikai Harpon hajó elhárító rakétákat tároló raktárat Odesszában. Moszkva szerint ez még nem sérti a megegyezést.
Hát... Sergei Lavrov vasárnap beszédet mondott az arab lig... Jó, az már hülyeség. Nem sérti, ez nem sérti. Megállapodtak, hogy nem fognak gyilkolni. Egy óra múlva gyilkoltak, hát ez semmi köze hozzá. Ja, itt a másik, brazil, náci, az is nyomja. Somos a Maria! Nos somos tu bem! Mi jobboldaliak vagyunk a jók, akik hajlandóak harcolni a szabadságunkért és a hazánkért. A fiatal baloldaliakat magunk mellé kell állítanunk, meg kell mutatnunk nekik az igazságot, és hogy mit veszíthetnek, ha másra szavaznak, mondta Bolsonaro. A temperamentumos szélsőjobboldali elnök imázsát kampánycsapata lágyítani próbálja. Ennek jegyében hirdették meg a népkapitulatban. A népkapitány címet már megint kiugrott, mindegy, népkapitányának hivatja magát, csak mondom, ez is már, úristen, na mindegy. Úgyhogy itt tartunk, és akkor ő meg, hát ugye már ezek meg mindenki, mi vagy mindenki, rajtunk kívül mindenki rossz, mi vagyunk a legjobbak, aki nem, aki náci módon áll hozzá, rengetegen egyre jobban terjed ez a nézet a világon, hogy náci, hogy csak mi vagyunk a jók, gyilkoljuk meg mindenki más, csak itt nem mi vagyunk. Úgyhogy nyomják már Brazíliába, és az is nagy dögállam. Azt mondja, hogy Indiába bejutatták az új asszonyt, jó. Ugye várjuk meg, hogy kriptókat gyilkolják, ott is nehogy már a szegény embereknek lehessen normálisan pénze, mert le akarják húzni őket, ott is fosztogatás, hogy maradjon fent. Akkor itt csinálják a hasonló Tunéziába, ugyanolyanokat nyomnak, mint nálunk a gazda, hogy mindent megváltoztatnak, hogy csak nekik legyen minden beigazuk. Amely visszavetheti az országot a 2011 előtti diktatórikus rendszerbe. A referendumot az államfő rendelte el, hogy az új alaptörvénnyel szinte korlátlan hatalmat biztosítson magának. Úgyhogy ennyi. Jó, hogy hidd is, referendum, új államtörvény, meg minden. Senki ne szólhasson közben. Akkor Myanmarban az Kína alatt van, ott meg nyomják már halálbüntetéseket. Ellenzéki aktivistákat végeztek ki Myanmarban. A terrorcselekmény... Jó, és akkor ugye már ellenzéki aktivisták. Itt is kormány ellen szó, meg is ölik őket, nem csak börtönbe zárják, még keményebb börtönkapitalizmus. Azt mondja, hogy Manila elnöki beszéde és manilai elnöki beszéde és tüntetés. Megtartotta első nemzetállami beszédét a Fülöp-szigetek új elnöke, ifjabb Ferdinand Marcos a kongresszusban. A megbuktatott néhai diktátor fia kijelentette, a dél-kelet-ázsiai országnak befektetési célponttá kell válnia. Eközben Manila utcáin 5000 tüntető üzente Marcosnak, hogy ez már nem a kampány, elég a szavakból tegyen konkrét lépéseket a száguldó infláció megfékezésére, mutasson kiutat a gazdasági válságból. Itt is ezzel magyaráznak, de csak fosztogatni akarnak. És akkor látni, hogy gazdasági válság, itt meg patinás elem is az, hanem hogy ezért mennyire nő az infláció, osztrák pékségnek a vezetője is mondja itt a lényeget. Per pillanat az a helyzet, hogyha ma kalkulálok egy árat, az a jövő héten már nem érvényes, mondja. Well, ich bekomme sicherlich... Hetente legalább 10 olyan levelet kap a beszállítóitól, amelyben arról értesítik, hogy kénytelenek árat emelni. Csak hogy egy példát említsek, folytatja, tavaly novemberben a vaj 4 euró alatt volt, 3,95 vagy valami ilyesmi. Most 8 euró 40 centnél tartunk. És akkor ugyebár 8%-os az infláció, nem 100%-os, csak 8, mert a KSH-kkal csak 8, azt kell kimutattatni a 100%-os inflációból. Fantasztikus. Jaj, haladjunk is tovább. Euronyú, vagy mi a CNBC-n, mi minden volt. Na, majomhimlő terjedhet nem csak a búzákra is, fantasztikus, hát bármi, meg gondolom a Covid-ba is lehet, hogy volt valahol a világon olyan ember, aki nem azért halt meg a Covid-ba, mert 28 000 másféle betegség volt. Jó, majomhüllő is terjedhet, nem tudom miért félnek ettől, lehet, hogy azért, mert a felsőbb körökben csilliárdosoknál rengeteg búza van, és akkor arra az egyre tudok gyanítani, hogy ennek maradnak utólag nyomai, mint a bárányhimlőnek, meg ilyenek. Vagy a kezén, meg az arcán foltosak lesznek, azt utána látni fogják, hogy ha te is búza vagy, vagy nem tudom, na mindegy, ez meg megint kirekesztés felőlem, nekem aztán semmi gondom nincs velük, úgyhogy mindegy. Ja, de ez van, hogy szerintem ezért nyomják itt a háttérbe ennyire ezt. Jó, azt mondja, hogy Kínában, aha, igen, Goldman Sachs leértékelte Kínát, azt mondják, hogy ugyebár itt ami volt is,
hogy igen, eddig 4%-ra értékeltek, 4%-ra lesz ez a növekedés, ez a kínai MSCI, ez a kínai ingatlan szektornak az egyik tőzsdő részvénye, és akkor ezt 4%-ra értékelték, annyit fog nőni, most már levitték nullára, hogy semennyit nem fog nőni, mert ugyebár a kínai ingatlan piacon új, megújult nyomás van, már több hete rengeteg lakásvásárló nem fizeti a hitelét. És akkor ennyi. Ja, ugye már erről hoztam már hírt ezelőtt is, úgyhogy jöhet itt az ingatlan pánik, mert hogy a legtöbben még befejezetlen ingatlanokat, hogy a építés előtt vesznek, akkor adják oda a pénzt, hogy majd építsék meg nekik, aztán beköltöznek, de olyan lassan építik, meg nem építik, hogy elkezdték nem fizetni a hiteleket, úgyhogy a kínai ingatlan piaci lufi kezd szarba lenni mostanság. És akkor tovább az USA kincstára, nehogy ennyi hír van fenn, nem látni a főcímet. Kincstár, jaj, jó, lesz a recesszió, blablabla. Bla, bla. A kincstári hozamok, vagy az államkötvényeknek a hozamai a 10 éves, meg, vagy állampapír, már nem is emlékszek, melyik a hosszabb távú, tök mindegy, nem az a lényeg, mind a kettő egy értékpapír, amit az államat ki. A hosszú távokban 10 éves, már megint, és a jaj, várjunk már! A 30 évesnek most a nagyobb a hozama, na akkor egy kicsit, mint a helyre állt volna a helyzet, most nincsen, mert ez meg volt fordulva egy pár hete, hogy a 10 éves az többet hozott, mint a 30 éves, és akkor mindig mondják arra a recessziónak az előjelet. Na, akkor már ezt is megfordították, mert tényleg úgy néz ki, hogy most nem fognak válságot hozni, majd mindjárt megyek tovább itt a híreknél, az is lesz, de hol lesz, ahogy itt a következő, mindjárt elérek addig, jó? Na, még a másik fontos dolog, hogy ez hozta George is, meg itt írkálják mindenfelé CNBC-n is, hogy nagyon fontos lesz a mostani hét, majd Bélánál is felsorolom ott, hogy ezért milyen nagy cégek vannak, de hogy mik adják le most a jelentéseket a negyedéves nyereségeikről. Hú, ma nem is tudom, de ma is van egy pár nagy, majd Bélásnál elmondom. Kedden a McDonald's, a Coca-Cola, a GM, a General Motors, a Google, a Microsoft, akkor szerdán a Boeing, a Ford, a Meta, csütörtökön az Apple, az Amazon, csak itt nagyobb ismereteket mondom, pénteken az Exxon Mobil, ugyebár ők olajcég, a Chevron, meg a Procter & Gamble, úgyhogy hatalmas nyeres, vagy mi, igen, jelen, pénzügyi lejelentések lesznek, negyedéves lejelentések itt a héten, és a kereskedők arra számítanak, hogy ez hatalmas hét lesz a keresetek szempontjából, és az USA központi bankja is, hogy majd milyen, hogy emeli ilyen, nem emeli tovább a kamatlábat, vagy emeli tovább, ez meg fogja határozni az évnek a második felét a világ piacokon, úgyhogy meglátjuk. Jó, szerintem se lehetne már kicsit nőni, és a CNBC-n Bitcoinnal kapcsolatos kriptus videók nem jöttek ki az utóbbi napokban. Azt mondja, hogy haladjunk tovább, na már nem is állt a piros póló, mert már lejött a Bitcoin, úgy látom még 22 alá, vagy hova? Úgy lehet 21 alá is. Na, de nézzük tovább, azt mondja, hogy azt mondja, hogy a piaci áttekintésnél első körbet. Ja, ezt egyik videóban köszönöm, azt is küldtétek, az is ezért egy kis érdekes volt, hogy a USA megszüntette a kettős adózási rendszert Magyarországgal, miután Magyarország a világszintű minimumadót megvétózta, nem akarja bevezetni. Ugye már meg akarnák adóztatni végre már a Facebook, meg Amazon, meg Google, meg az ilyen világ óriás cégeit, akik kettős adóztatás törvénye az alapból azt jelenti, hogy ha több országban is van egy cég, akkor kiválaszthatja, hogy ahol kevesebbet kell adózni, ahogy akkor ott adózik le, a másikban meg akkor nem adózik le, meg ilyenek. Úgyhogy ki lehet kerülni a rendes adózást, és akkor ugye már ez arra van, hogy megvesznek egy kormányt, vagy valami ezek az óriás cégek, és akkor ott elintézik, hogy tudom is én egy 10%-ot vagy annyit se kelljen adózniuk, az összes bevételüket odaírják be abba az országba, amit ezért megvettek, meg manipulálnak, és akkor egy kis pénzt adnak, a többit meg vidzsebre teszik nyereségnek, és a többi ország, ahol meg termelnek, annak meg nem adnak semmit. És akkor hát Magyarországnak ez nem tetszik, nem tudom mi a jó Istenért nem tetszik, már ez se, hogy mindennel kötekedni kell, hogy lenne itt normális, legalább 15%-os adót befizetnének ide is az óriás cégek, de nem, ez a gazdának nem jó, ez rohadtul nem jó, valami közeli érdekei lehetnek, hogy neki ez nem tetszik. Jó, és ennyi, és akkor most igen, az osztalékokból, az USA mondja is a saját embereinek, hogy eddig az ami Magyarországon működtek cégek, azoknak az osztalékából csak 5%-at kell adózni, de most már 15-öt kell majd adózni. Ja, ez meg a másik, mert hogy ha már nem hagyják az óriás cégeket, akkor ez általános minden USA cégre vonatkozik.
hogy na mindegy, ezzel azt akarják mondani, hogy húzzanak ki az amerikai cégek Magyarországról, és itt az ember, aki csinálta a videót, ő is mondja, hogy egy 30-40%-os GDP csökkenés is lehet itt Magyarországon, hogyha elvándorolnak az USA cégek. Úgyhogy nem gyenge, akkor borulunk befele, amiatt is nézzük tovább. Na viszont ez meg egy jó hír, mert hogy hova mászott már ez el? Másodperc, július, hát hol a... Hát ez már komolyan, atya, úristen, augusztus, jaj, ez ott nagyon elszaladt, jó, akkor itt vagyok képbe, oké, szerda csütörtök, jó, ma szerda lesz a fontos meeting, ugye már mennyivel emelik a kamatlábat, és akkor csütörtökön megjött a szám, ugye már mínusz 0,3% plusz 0,3%-os GDP növekedést várnak a második negyedévre, hogy annyit fog kielezni a kormány, akkor ugye már totál rendben vagyunk, hiába jön itt lefelé, pattog csordogál lefelé a medvetrendvonalon a bitcoin, hogyha ezt itt holnap, vagy mi csütörtökön behozzák, hogy jó, nem lesz recesszió, meg ilyenek, a kamatlábot se fogják annyira növelni, meg jók lesznek a héten a bevételi számok a nagy cégeknél, akkor szépen indulunk felfelé, ugye bár itt őszig, amikor meg utána meg majd nagy valószínűséggel már hozzák a válságot, de lesz egy bika trend itt a nagy medvetrendben. Jó, és akkor itt is mondja, hogy plusz 0,3%-ra számítanak, tehát hogyha akkor van hivatalosan recesszió, ha két negyedév egymást követő negyedév az előző negyedévhez képest mínuszba van, tehát itt 6,9 volt a kettővel ezelőtt, az előző az mínusz 1,6 volt, itt már van egy mínuszos, de ha most csak akkor lenne recesszió, ha mínusz 1,7%-ot mutattatnának ki, hát ezek a számok, na mindegy, mínusz 1,7-et mutattatnának ki, akkor lenne hivatalosan recesszió az USA-ba. De nem lesz, mert 0,3, plusz 0,3-at fognak kimutatni, és akkor meg egy csökkenő, egy növő, akkor az nem recesszió, azt mondják. Jó, úgyhogy lehet megnyugodni, lassan jön a bika trend, egy pár hónapig egyre inkább úgy néz ki, és akkor nézzük a fő híreket, azt mondja, hogy... Pok, pok, pok. Jó, legyen ez a kezdőkép. Oké, mert akkor a zsiványság, hogy mindenki most összes kormány jobbra-balra, fú, lesz vagy öt hír is az elején, mindenki gyilkolni akarja a kriptókat, nehogy kimeneküljenek a fosztogató pénzügyi rendszerből, mert akkor mitől lenne sült galamb a bankároknak a szájába, hogyha nem lennénk a szolgáik mindannyian. Úgyhogy azzal kezdi Argentína, hogy az értéktelenedő pezót tilos értékálló vagyonba fektetni. Tilos, nem szabad. És akkor, igen, kripto befektetők nem vehetnek dollárokat. Aki próbálná megvédeni magát az értéktelenedő pezóval szemben, ugye akkor az infláció, hogy már ott is vagy 80 vagy 100%-os infláció van Argentínában, aki próbálná ettől védekezni, és akkor az értéktelenedő argentin pezójából venne USA dollárt, meg valami másba befektetné, külföldi dolgokból, vagy ilyesmi, aminek nem rontják el szándékosan az értékét annyira, amint Argentínában a dolgoknak, akkor annak nem adnak dollárt, mert van itt a hivatalos dollár árfolyam, hogy akármennyiért kell egy dollárt adni, de itt 90 nap, oda-vissza csinálják ezt a 90 napot, tehát hogyha valaki is, itt van a lényege, hivatalos dollár árfolyam, igen, azt nem fogják hagyni, az tilos lesz, hivatalos árfolyamon nem fognak senkinek adni. Az a lényeg, hogy az értéktelenedő argentin pezóért nem lehet külföldi vagyontárgyakat, kriptót, vagy értékpapírt, semmit külföldi dolgokat, semmit nem lehet venni, ami jobban őrizné az értékét, mint az értéktelenedő argentin dolgok. Úgyhogy, és ezt, hogyha valaki külföldi dolg, vagy értékálló külföldi dolgba fektette a pezóját, akkor annak 90 napig, 3 hónapig nem fognak USA dollárt adni rendes áron az állam, de amúgy ez meg annyira kriptotérben, annyira tök mindegy, mert megveszik az USDT-t, vagy az USDC-t, a stabil kriptót USA dollárba, és akkor le van szarva, hogy mit akar csinálni az argentin kormány, hogy akarja visszafogni az embereket, meg fenntartani a rabszolgaságot. Úgyhogy 90 nappal, hogyha valaki vett akármi ilyesmit, akkor 90 napig nem adnak neki rendes áron USA dollárt. A másik oldalról meg, hogyha... Igen, utána, hogyha vett USA dollár pezóért, abból se azt is megtiltják, hogy abból meg megint akkor 3 hónapig nem vehet semmit külföldön, semmit, ami megőrizné az értékét. És akkor azt hazudják, hogy egy lyukat akarnak, egy törvényi lyukat itt bezárni, mert hogy néhány szervezet,
Az, hát olcsó dollárnak hívják a normális váltási árfolyamot, azt ők már olcsónak hívják, mert tudják, hogy a fekete piacon sokkal drágábban megy, mert hát nincs elég dollár az országukban. Ezért is jó, hogy meg tudják kerülni a kisember a szemétláda kormányokat a kriptókkal, és tudnak stabil kriptót venni. Ja, mert hogy igen, néhány cég az kriptót vesz, kriptóba forgatja a pezót, és amikor felmegy a kriptónak az értéke, akkor meg több pénzt vesz ki. És ezért ezt mindenképp be akarja tiltani az argentin központi bank, úgyhogy itt tartunk. Végén még annyi, hogy igen, az argentinok már tavaly óta vonulnak át ezerrel a hagyományos tőzsdékről, a kriptotőzsdékre, és ahol, mert hogy igen, a hagyományos tőzsdéken mindent le kell jelenteni, minden egyes tranzakciót, kriptotranzakciót is az államnak, és akkor ugyebár vonulnak is át a titkosabb tőzsdékre, mert olyat is lehet a kriptotérbe találni, ami ahol nem kell lejelenteni, hogy milyen pénzek mozogtak. Úgyhogy ennyi a túlszabályozás, hogyha túladóztatás, túlszabályozás, túl nagy szemétség, meg korlátozás van, akkor az élet utat tör, akkor majd csinálják feketén az emberek a dolgaikat. Jó, na haladjunk tovább. A másik. Azt mondja, hogy Tájvanba a pénzügyi hatóság azt mondja, hogy nem lehet a bankkártyákkal kriptót venni most már. Ott meg már azt tiltják be. De azt mondják, hogy a kriptók azok rizikósak, hát egy kicsi még van is benne, aki nincs hozzászokva, hogy nem ért még át medvepiacot, hogy ki kell várni, ott kell vásárolni, és akkor utána úgyis felmegy az ár. Azok lehet, hogy öngót rúghatnak, mert eladják, megijednek, hogy most jaj, gyorsan, hirtelen lement az ár, és akkor mit csináljanak, semmit, ki kell segíteni, végig kell ülni, aztán majd felmegy, és akkor azt is hazudják még, hogy nehéz lekövetni a pénzmozgásokat a kriptotérbe, ekkora fasságot, mikor az a legátláthatóbb. Ráadásul, igen, most itt nyomják, mert hogy hát itt is fölöslegesen mondják, mert hogy a kriptopiacok beszakadtak, összeestek, korrigálnak. A kriptoszó az teljesen fölösleges, mert a világpiacok szakadtak, beestek össze, meg korrigálnak, ugyebár több mint 50 éve nem volt ekkora szakadás a világpiacokban, mint most van. És jaj, meg a folyamatos pénzmosás a kriptóba, a legnagyobb lerágott csont, tehát a 1%-a nem megy a pénzmosásnak kriptóba. Meg hogy nagyon spekulatívabban van is valami, mert ha nem spekulálnának itt az árral a tőzsdészek, akkor már rég 100 000 lennénk a bitcoinnal. És hogy nagyon volatilis, hogy lefelé, meg felfelé is hatalmasat tud nőni az ára. Úgyhogy ezekkel próbálják indokolni, hogy nem hagynak bankkártyával kriptót venni. Jaj, mert azt mondják, hogy hát ezt a fogyasztásra, fölösleges túlfogyasztásra kell használni a bankkártyákat, inkább, mint hogy befektetésre, mert hát akkor mi lesz a szolgáikkal? Hát akkor nem lesznek szolgáik. Ha mindenki, a kisember is be tudja fektetni egy egyszerű bankkártyával, tud venni az ember olyan dolgokat, amivel megőrzi a vásárlóértékét, nem hagyja, hogy a kormány lefossza, és kevesebbet vehessen, kevesebb kenyeret jövőre a megtakarításából, akkor nem lesz miből letetni az éhen kolbász bankárokat. És akkor... Igen, de mondják, hogy egyébként be van tiltva, azt se hagyják, hogy tőzsdei részvényt, vagy futures, vagy options, ilyen mindenféle értékpapírokat vegyenek az emberek bankkártyával, mert nehogy már a kisember az legyen a szolgájuk, az ne próbáljon már meg kiszakadni a mókus kerékből, a fosztogató pénzügyi rendszerből. És akkor Tajvanon se hozta kriptótörvényeket, ugyebár, vagy nem igazán, mert valami apróság van, pénzmosás ellen a legértelmetlenebb fölösleges a fasság, annyit hoztak, semmi más kriptótörvény nincs kb. És központi banknak lehet, hogy majd, mert a CBDC-ket, központi bankok digitális pénzét nyomják, a parasztvakítást, lehet, hogy még dolgoznak már rajta, de lehet, hogy 2 év vagy még tovább fog tartani, még azt se bírják, még a parasztvakításra se bírnak haladni. Na jó, tovább, Tájvan mekkora bitcoinos volt még egy évvel ezelőtt, még majdnem hivatalos fizetőeszköznek is megtették. Tovább, bár mondjuk az megint, hát csak a központi bank Tájvanon, most a turisztikai hivatal az még valószínű mindig nyomja ezerrel a kriptókat, na jó, haladjunk tovább. Az afrikai központi bank, jó, ők is digitális valuták, központi bankok digitális, ja nem, egy központi pénzt akarnak, hát ez is központi bankok digitális pénze lesz, mert hogy a közép-afrikai államok központi bankjának a feje, Herne Doba azt mondja, hogy egy közös valutát kell készíteni, ami a 6 országot itt a közép-afrikai monetáris egységbe annak legyen közös központi bankok digitális pénze, kb. Ezzel azt mondja.
Ez azután hozták ezt, ugyebár kezdenek már itt is sípolni a központi bankárok, mert hogy a közép-afrikai köztársaság a hatból az egyik, az már hivatalos fizetőeszközé fogja tenni a bitcoint, sőt annyira, hogy 2 óra 20 perc múlva indul is, este 7-től már lehet vásárolni a bitcoin fedezetű Sango coint a közép-afrikai köztársaságnak, ugyebár a saját valutáját, a legújabb valutáját. Jó, amit nem lehet elértékteleníteni, és na jó, hát hogyha bitcoin fedezet, akkor nem hiszem, hogy el lehet, ja. És akkor na, de tovább nem is ez a lényeg, hanem... Jó, központi bankárok be vannak szarva. És a hat ország, itt van Kamerun, Csád, az Ekvátori, Guinea, Gabon, meg a Kongói köztársaság. A Kongói köztársaság ott meg a Toncoin-nal próbálnak saját rendszert létrehozni, kriptorendszert, már ott is kezdenek kriptósodni. A Közép-afrikai köztársaság, hát ő meg ugye már a bitcoin országgá válik 2 órán belül. 3 órán belül, és akkor ugye már az első ország El Salvador volt, ahol hivatalos fizetőeszközé tették a bitcoint, a második pedig a Közép-afrikai köztársaság Afrikában, az első világszinten ők a másodikak, és akkor őket is a központi bankok, a helyi központi bank, meg az IMF, minden izé központi bankár, ugye már az uzsorások szidják őket, hogy nehogy már, ne már vége lesz a fosztogató pénzügyi rendszernek, ne csináljanak már ilyet, hogy a bitcoin lesz a hivatalos fizetőeszközük. És... igen, és még itt az afrikai bankároknak, a főbankároknak, a legfőbb bankárainak, a bankárainak a feje az még azt mondja, hogy csinálnak valami már valami törvényi keretrendszert is, hogy ők kormányozzák, ők irányítsák már, manipulálják, hagy tudják már manipulálni a kriptókat. Úgyhogy irányában egyre több helyen kezdték el gyűlölni a kriptót a központi bankárok, egyre jobban kezd leesni nekik, hogy ennyi volt. Lassacskán, hát az a baj, tényleg lassacskán, mert pár év, ez még bőven lesz, lehet, hogy 5 év is, vagy 10 év is, mire átállunk teljesen a fosztogató uzsorás rendszerről arra, hogy bőség van a világon. És akkor tovább az USA központi, vagy az USA tőzsdefelügyeletét is kritizálják, hogy szarik bele a kriptotörvényekbe, nem csinál semmit. Gary Gensler azt mondja, hogy ja, hát a legtöbb kriptotokennek vannak olyan tulajdonságaik, amik miatt talán értékpapírnak lehet őket minősíteni, mert ugyebár az USA tőzsdefelügyelete 9 kriptotokent értékpapírnak minősített valami alapján, amit nem mondanak el, és akkor itt mondják is az árucikk felügyelettől, hogy az USA tőzsdefelügyeletének semmi joga nincs a tiszta árucikkeket, azokat szabályozni, semmi közük nincs hozzá, úgy, mint a gabona, az arany, az olaj, vagy a kriptók. És mondják is, hogy a tegnapi túlkapás, az igen, az egy tökéletes példája annak, hogy az USA tőzsdefelügyelete, te azt mondja, hogy tiszta véleménye van arról nyíltan, arról, hogy hogy sorolja be, hogy mik azok az értékpapírok, melyik kriptók minősülnek értékpapíroknak. Ennek ellenére semmit nem mondtak mégse azelőtt, vagy azóta se arról, hogy mi az a módszer, mi az, amivel ők ezt kiszopták az ujjukból, hogy akkor ezek most értékpapírok, ez a 9 így valamire vakon rákatítottak, valamire ráütöttek, és akkor az most értékpapír. Nem mondják meg, hogy miért értékpapír, de a értékpapír, azt akkor már indították a pereskedést a semmire. És akkor mondják, és itt Gary Genslerünk, a semmittevő, azt mondja, hogy több ezer token van, hát igen, vagy 20 000, amiknek egy jó része, vagy a nagy részének vannak olyan tulajdonságai, ami miatt érték papírnak minősíthetők, de nem mondja el, hogy mik azok a tulajdonságok. Annyira kezdek már belefáradni ebbe a rohadékságba, ami a világon megy. Múlt héten az USA kongresszusától Tom Emmer is szapulta az USA tőzsdefelügyeletét, hogy a hatáskörén kívül próbál itt bíráskodni. Mondja, és a Gary Gensler, egy hataloméhes politikus, aki csak megbüntet mindenkit, beeteti a cégeket, azt az úgyja nekik, hogy jöjjenek be beszélgetni velük, az USA tőzsdefelügyeletével egyeztetni, aztán meg jól megbünteti őket mindenfélére, és akkor elbátortlanítja a jó hiszemű együttműködést, nem is akar velük senki együttműködni, mert ugyebár mindenkit csak beperelnek. Ennyit csinál az USA tőzsdefelügyelete. Tovább, itt a végén mondják is egyébként, hogy a kriptók azok egy jó alternatív befektetés a hagyományos pénzügyi rendszerekhez képest.
A kriptók megszüntetik a drága határok közti utalásokat, a nemzetközi pénzutalási hálózatoknak a szövetkezete vagy a társasága mondja, ők csináltak ezt a kimutatást, hogy az már egy tény, hogy a blokkláncon, azon a technológián, ami arra a kriptók is épülnek, a tranzakciók azonnal végbe mennek, és nincs szükség közt egy szereplőre, mint mondjuk kereskedelmi bankárokra, ugyebár azoknak nem kell a kereskedelmi bankigazgatónak a mercét kifizetni, hogyha a kriptókba utal az ember pénzt a családjának az országok közt. És akkor mondják, hogy a blokkláncok nem csak, hogy alacsonyabb díjon lehet küldeni a tőkéket országok közt blokkláncokon keresztül, de még sokkal gyorsabbak is a hagyományos pénzügyi rendszereknél. Hát van egy többféle verzió, ami most nem megyek bele. Kriptók, mesterséges intelligencia, blokklánc rendszerek, nyílt apik, oké, és akkor... És a végén mondják is, hogy a törvényhozók, a politikusok csak lassítják, próbálják visszafogni az egészet, meg keresztbe tenni, meg elgáncsolni az egész kriptót. Az új technológiáknak az elterjedését próbálják gáncsolni. És akkor olyan, ugyebár akadályok vannak, hogy hogy férhetnek hozzá kriptóhoz az emberek, nem tanítják őket róla, nem tanítják bizalomról, hogy hogy működik az egész, szándékosan nem tanítják, nem oktatják a népet róla. Gyakran, igen, emiatt az új technológiák nem tűnnek vonzónak a kis ember számára, mert ha titkolja meg, még le is szólja a kormány az egészet, vagy kormányok világszerte. És még annak ellenére is, hogy hatalmas megtakarításai lehetnének a kis embereknek, ugyebár, hogyha kriptókat használnának a hagyományos pénzügyi rendszerek helyett. És akkor fel is szólítják itt a törvényhozókat, a politikusokat, hogy a valóságból is próbáljanak már meg valamit elmondani itt a szövegelései közben. Tovább Donald Trump, jaj, ez a második, igen, főhír. Trump azt mondja, hogy nem csak egy kis recesszió lesz, hanem gazdagsági válság lesz. Ő meg aztán a főkapitalista, ő még a Bidenéknél is rosszabb, úgyhogy... Hát mind a kettő, nincs itt, hogy rosszabb meg jobb, nincs. Az egész, az összes, a központi kormányzás az mindenhol a legnagyobb szemétládaság. Rabló, gyilkos az összes központi kormányzó ember, aki központilag irányít másokat. A szolgáinak tart másokat, ugyebár szolgálati időt határoz meg, hogy szolgálnod kell engem évtizedeken át, és akkor adok majd egy morzsát. Mindig nyomja, tök mindegy, hogy Putyin, vagy USA, vagy Biden, vagy akármi, ugyanaz mindegyik most. Egymásra mutogattatnak, ugye vár, hogy a másik rosszabb rabló, gyilkos, mint én. Jaj, na jó, haladok inkább tovább, mert annyira fáraszt már ez az egész, hogy valami förtelmes, hogy ilyen mocsosság megy a világon. Na jó, azt mondja, hogy... Igen, sokkal nagyobb probléma lesz, mint egy kis recesszió, depresszió lesz, ugyebár gazdagsági válság, mert az nem gazdasági, és akkor úgy is írt, hogy jaj, a bőség szót már kivette minden, hát mindegy, az lehet, hogy nem, de hát bőség lesz, ugyebár túltermelés, hát ez a lényege. A nagy gazdagsági világválságnak is ez volt a lényege, hogy túltermelés volt, annyi termék volt, mint ahogy most is, hogy rengeteg minden van, hiába, hogy a gabonát nem tudják kivinni, hát minden országnak vagy 2-3 éve el van téve előre gabonája, hogy senki nem fog úgy kb. Éhezni, meg ez nem az, még ha most nyomják ezt a sztorit is, túltermelés van, hát teli vagyunk, mindenki teli van, egy félbarék telefonja van, régi telefonja mindenkinek jobbra-balra, azt kiküldenénk Afrikába, már megoldódna a gondoknak, a fele már nem lennének annyian, mert elnyomkodnák, azt nem csak szexelnének reggeltől estig. Ja, ezerfél dolog van, amit a világ működésében belejátszik, mert ugye a nagy gazdagsági világválság, ugyebár, amikor a tejeket belöntötték a folyóba, a búzával fültették a vonatokat, levágták az állatállománynak a nagy részét, nem hagyták, hogy a földeken termeljenek az összesen az emberek, nehogy már nehogy bőség legyen a világon, mert bőség lett a világon, és akkor nem lettek volna szolgák. Akkor nem lett volna sürgalap, hátra dőlve a bankároknak nem lett volna 8 Ferrari a garázsban semmire. Hogyha, amikor bőség van a világon. Meg akkor nem lehet feltolni mesterségesen mindennek az árát, mert bőven van mindenből, akkor mi a jó Istenért adnának érte többet, hogyha bőven van. Akkor el sem bírja adni az ember a dolgát, mert annyi minden van a világban, hogy kevesebbért kell adnia, mert meg se veszik, mert akkor majd a másik eladja olcsóan, olcsóbbért csak tudja eladni. De már erről szól a világ gazdagsági válság, hogy ez csak a gazdagoknak rossz, szegény embernek jó. És amúgy a bőség, ugyebár olyan állapot, sok tulajdon, amikor a szükségleteket és igényeket jóval
jóval meghaladó mennyiségű javakkal, eszközökkel, pénzzel rendelkezünk. A nagy termeléssel a faluban a bekövetkezett a bőség beköszöntével, nem csak a szegénység múlt el, az energia bősége sokat jelentene ennek a bolygónak. Úgyhogy ilyenek vannak. Ja, és akkor Tamnak ez rohadtul nem tetszik, mert hát ő is olyan, mint Kiyosaki, ugye már legnagyobb haverok, könyvet is írtak együtt, meg ez az amaz. A kapitalizmusról, hogy hogy kell azt nyomni, hogy még új, még a nap elé is tennének valami redőnyt vagy függönyt, hogy nehogy még a nap, hogy még azért is fizetni kell az embernek, hogy napfény érje a testét. Még ilyenütt mindenért pénzt akarnak, ugye a legnagyobb rabszolgatartók. És akkor pénteken volt valami, mentsük meg Amerikát, nagy Arizonában ilyen nagy megmozdulásai Trumpnak. Hát úgy mentsük meg, ugyebár, hogy a rabszolgaság menjen, mint az állat, és akkor... Ja, most szapulják Bidenéket, hogy ők csinálják a válságot, tök mindegy, Trumpék is válságot csinálnának, mert mindenki azt csinálja. És akkor azt mondja, hogy nagyon a pusztítás, ahogy a fizetések, azok az összeomlás szélén vannak, és a pusztítás határán vagyunk, és ez nagyon pusztító. Hát ez is... Egy mondatba kétszer ugyanazt a szót használni. Még nálam még az is furcsa, még én is próbálom javítani magamat, de egy, aki Amerikának volt az elnök, és egy mondatba kétszer ugyanazt a szót használni, tiszta vicc, na mindegy. És akkor... Azt mondja, hogy ezt úgy hívják, ezt a nagy pusztítást, hogy stagfláció, keressétek ki, és az nem jó. Ő azt mondja, hogy az nem jó, amikor stagnálnak a fizetések, az infláció megnő, vagy stagnál, a gazdaság stagnál, nem megy sehova, az infláció megszáll el, hát nem kéne annyi pénzt nyomtatni fedezet nélkül a levegőből. És akkor mondja, hogy be kell indítanunk ezt az országot, vagy különben nagyon komoly problémába leszünk. Mondja, hogy nem egy recesszió, a recesszió az egy túl kedves aranyos kis szó, hanem sokkal nagyobb problémánk lesz a recessziónál, válság lesz, és akkor a gazdagoknak nem lesz így a pénzek. És akkor mondja, és hogy tudjátok, 1929-ben volt ez a dolog, amit úgy hívtak, hogy a nagy gazdagsági világválság, és akkor hazudja, hogy tudjátok, hogy mi az, ugyebár, hát ez persze, hogy hazugság, mert senki nem tudja, mert mindenkinek azt tanítják, hogy egy rossz dolog volt, mert hát a gazdagok azt nem merik elmondani, hogy ez volt a legjobb dolog, ami történhetett a szegényekkel. És akkor azt hazudja, hogy azt kívánnátok, ez persze hazugság, mert mi nem kívánnánk, mi válságot akarunk, hogy ne legyen már mindennek 20-szor annyi az ára, meg tudjunk venni a fizetésünkből, ne csak 1000 kenyeret tudjunk már venni 50 év technológiai fejlődés után, hanem mondjuk 2000-et, nem, mert valamit ért az 50 év technológiai fejlődés, nem, hát szerintük nem, mert ellopták az összes technológiai fejlődést, amit véghez vittek itt a tudósok az utóbbi évtizedekben, évszázadokban mindig is. És akkor, na ők kívánják azt, igen, a kormány kívánja azt, hogy bár csak egy recesszió lenne, és nem gazdagsági válság, mert hát akkor nekik mínusz lesz. Miközben Bidenék, ők meg alul becslik a gazdasági helyzetet, Janet Yellen mondta vasárnap a CNBC-nek Instartól, hogy a gazdagsági válság az egy széleskörű gyengülése a gazdaságnak, és ezt most jelenleg nem látjuk. Azt az tudják, hogy nem látják, hogy gyengül a gazdaság ekkor a fasságot. Mit jelöltem ki itt? Rich. Ja igen, hogy a gazdagoknak. Hát ez a gazdagokra van csak rossz hatással. A gazdagsági válság ugyebár, és akkor nem csak Trump, hanem Kiyosaki is mondja, hogy gazdagsági válság lesz nagyobb, mint 29-ben. Mert ők ketten hatalmas kapitalisták. Tovább azt mondja, hogy... Dél-Koreában razziát tartottak a Terra Lunának a társalapítójának a házába is, meg 15 helyen, még azelőtt is razziát tartottak az elmúlt hetekben, többek között 7 kriptotőzsdénél is, és begyűjtöttek rengeteg adatot a tranzakciókkal kapcsolatba. Ugyebár próbálják kideríteni, hogy honnan indult a merénylet. Belülről csinálták Terralunáik, vagy kívülről, vagy ki csinálta ezt az egészet, ami levitte a bitcoin árát 35-ről 25-re. Tovább a... Ja, Argentína, már Arizona, USA-ban Arizona meg figyelmeztet arra, hogy a kamatadó kriptoprojektek itt a piac, világpiaci szakadás közepette, ezekkel vigyázni kell. Igen, ugye már ezek ugyanak kamat, odaadja nekik az ember a kriptóját, és akkor ezért cserébe kamatot adnak neki rá. Habár itt a világpiaci, hát meg a kriptopiaci, igen, zuhanásba itt, vagy korrekcióba,
kiderült, hogy voltak ilyen cégek, mint a Celsius, meg a Voyager, akik ugyebár csődbe mentek, és akkor néhány cég befagyasztotta a pénzét az embereknek, visszasadja még azt, amit befizettek, nem hogy kamatostul. És akkor néhány cég még túltolja azt, hogy mennyi fedezet van ugyebár az egész projektjük mögött, amire ők kamatot adnak, úgyhogy erre nagyon vigyázni kell, hogy hazudoznak is itt egyes cégek, nem mindegyikről van szó, ugyebár, de vannak ilyenek is csődbe, és ment itt egy jó pár, úgyhogy erre figyelmeztetnek Arizonában tovább. Az adatok azt mutatják, hogy több mint 53 ezer becsomagolt bitcoin szedtek ki a tőzsdékről az elmúlt 3 hónap alatt. Jelenleg becsomagolt bitcoin 387 ezer van, hát mondjuk ugye 2%-a, vagy ilyesmit. Az összes bitcoinnak az van becsomagolva, vagy másfél-2%-a környékén. És mi az a becsomagolt bitcoin? Az ugyebár a bitcoinnak megvan a saját algoritmusa, a bitcoin hálózatán azzal kompatibilis, de hogy mondjuk az Ethereumon is lehessen bitcoint venni, akkor megcsinálták mondjuk ERC20-as Ethereum algoritmusra épülő tokenbe, hogy kompatibilis legyen azzal is becsomagolt bitcoinokat. És ami a lényeg, hogy ezeknek a becsomagolt bitcoinoknak, mondjuk a VBTC-nek is, egy az egyben bitcoin az értéke, tehát bitcoinra át lehet váltani, vagy pár dollár különbség van itt az 20 akárhány ezer sár környékén, de teljesen átláthatóak, 100%-ban megbízhatóak, és a közösség által irányított dolgok ezek. Jó, úgyhogy itt is van ilyen becsomagolt bitcoinban is valamennyi, de azok is jönnek ki a tőzsdékről, ez tök jó. Minél kevesebb marad a tőzsdéken, annál kevésbé tudják manipulálni az árát az egésznek. Hát itt valami Technavio, egy globális piackutató cég mondja, hogy a metaverzumokban az ingatlan piaci eladások majd 5 billióra fognak nőni 2026-ra. Hát lehet, de hol vagyunk még attól, úgyhogy erről ennyit. Illetve a Meta Történelmi Múzeum Ukrajnában már több mint 1 millió dollárt gyűjtött, és kiadtak egy új metaverzum kollekciót is. Jó, Bélánál mi volt, azt mondja, hogy George hírei... FOMCOS meeting. Ja igen, hogy nőtt az ára, az infláció az elmúlt hónapokban, és akkor a FOMCOS így már most majd hozzák azt, hogy jaj, de hát júniusnak a második felében már csökkent a gáz, meg csökkent az olajnak az ára, akkor már nincs is olyan nagy infláció, akkor már nem kell akkor a kamatlábat emelni, majd valószínűleg ezt fogják kihozni itt szerdán. És akkor, aha, mutatja itt Béla is, de ez mondjuk nekem érdekes, hogy mutatja a FOMCOS meetinget, hogy szerdán lesz a kamatlábról, amikor elmondják, hogy mennyivel emelik a kamatlábot, ugye mindenki 0,75-re számít, 1% az lenne a sok, hát fél az meg kevés lenne, a francs tudja mindenki 0,75-re számít, majd meglátjuk mi lesz. Szerintem tartják a 0,75-öt, de majd elválik, mert kezdik hozni majd a csökkenő infláció veszélyét. És akkor itt majd tovább ugrott Béla, hogy na ez a legfontosabb hír, menjünk tovább. És itt van alatta a GDP, de please Béla a GDP-t, hát itt a GDP, amit az előbb mondtam, hát itt a lényeg. Hogy nem lesz még recesszió az USA-ba, ez egy rohadt fontos szám. De mond azért ő még jó dolgokat itt emellett, mert itt mondja, hogy akkora cégek fogják lejelenteni a második negyedéves hozamaikat, hogy jaj. Csak itt a nagyobbakat, amiket én ismerek itt az egész hétről elragozva, hétfőn, vagyis ma jelent le a Philips, a Whirlpool, a Logitech, jó. Akkor holnap kedden jelent le a UPS, az Alphabet, vagy más tevén a Google, a Coca-Cola, a Microsoft, a GM, a Visa, a GE, a McDonald's. Chipotle mondjuk, jó, Skechers, azok már nem olyan nagyobbak. Akkor szerdán fog lejelenteni a Shopify, a Meta, a Boeing, a Ford, Spotify is még egynek mondjuk innen van itt, a Hilton, jó. Csütörtökön fog lejelenteni a Pfizer, az Amazon, az Intel, a Mastercard, okay, és pénteken fog lejelenteni az Exxon, a Procter & Gamble, az AstraZeneca, úgyhogy ekkora cégek fogják a nyereségeket lejelenteni most a héten, úgyhogy ezért számítanak rá, hogy na most már tényleg indulunk felfelé lassacskán, legalábbis a rövid távon. Jó, 207-es mozgó átlag, okay, innen is fel kéne jönni. Igen, az nálam is be van húzva. Tovább, itt még valami... Hold véve, Bika piacnak mikor volt vége? 2018-ban, 2015-ben, 2012-ben, most is olyan plafonon vagyunk, hogy ez szerint is vége kéne legyen a Bika piacnak lassacskán. Jó, itt még valami mutató, oké.
Ezt is megyünk fel, ugyanúgy a horléves bigyó, itt van még valami. Ja, a pénztárcaszámok, oké, okay, már több mint egy billió, már billióban mondom, egy billió pénztárca, vagy óangolul ugyebár egy milliárd, de hogy ne tűnjön soknak. Bitcoin pénztárca, Cardano, hát a Cardano kicsit érdekes, jó, hát végül is hagyom meg. Cardano elhozott egy hírt, hogy ők már 1760 napja nem volt kihagyás náluk, új mérföldkő. Ugye már ez tök jó az adásoknak, másik oldalról megpróbálják kicsit szapulni a Solanát, hogy Solanánál meg kihagyások vannak. Ugye már ide havonta van valami egy kisebb kihagyás, de egyébként 60-80%-ban mindig átmegy az utalás a Solanán, még így is én is, hogyha utalok Solanába. Alapból kiírja, hogy szakadozik a hálózat, nem százas a hálózat, de tudom is, 5-ből 4-szer átmegy elsőre a pénz, és akkor egyszer van, lehet, hogy 2-szer kell, vagy 3-szor küldeni, utána megint átmegy. Úgyhogy ennyi. Jó, és ezzel kapcsolatban az előbb valami még most beugrott, hogy valamit meg kéne mutatni, de Solana nem, Cardano nem. Jó, hát akkor mindegy, most nem ugrik be, hogy mi lehetett az tovább. Jaj, Solananál, igen, mert a Solananál próbálják ezzel a Solanát szapulni, hogy az meg leáll, vagy hogy szakadozik a rendszer. Elég egy új lapot megnyitni. Aha, a Solanás reklám megy most pont itt hirdetésekbe. Nyári tábor, online hackathon, online lehet hackereknek próbálni feltörni a Solanát, megtalálni hibákat benne, 5 millió dollárral támogatják, hogy már kiszűrjék a problémákat, hogy milyen minimális hibák maradhattak még a Solanán. Úgyhogy ők is dolgoznak ezzel, ne legyenek már hibák rajtuk. Jó, kereskedők, jó, ezt tegnap már lehoztam, 3,6 billiót szedtek ki az Ethereumból, 17 nap alatt, oké. Okay. És akkor jó, az Ethereumnál is ott is nőnek, hogy mennyi ilyen tartanak. Ethereum, hány Ethereumos pénztárca van, annak is nő a száma. Mennyi van Ethereum 2.0-ába befektetve, az is nő, mert utóbbi idő kicsit ellaposodott. Hát ezek már részletkérdés, elektromos autók, jó, Volkswagen, meg stb. Hogy Volkswagen, ja, de azt mondta Béla, hogy a Volkswagennél nem terveznek átállni elektromosra. Hogy az érdekes, nem tudom, tényleg ez lesz. Na jó, egyelőre ennyi volt a mai hírekben, és akkor jövök mindjárt a piaci áttekintéssel, addig is, sziasztok!